Na most már elkezdődik az adás. Sok-sok-sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli napon, ezen a rendkívüli ünnepnapon. Hát mindannyian otthon kell, hogy legyünk, és szokatlan módon vágunk neki az ünnepeknek. Ez nekem is szokatlan, másnak is, de hát ez egy különleges alkalom, amikor lehetőségünk van arra, hogy jobb hián, hogy betekintést nyerjünk néhány olyan dologba, amivel hát korábban nem igazán foglalkoztunk. Most várok még egy kicsit, ameddig még lesznek. Hát én remélem, hogy lesznek, de hogyha nem, akkor is nekivágok. Na hát a Von and Vicky-t szeretettel üdvözlöm, Vicky-két, két Vicky-nk is van már az műsorban, ugye az, a Von and Vicky-t már nagyon rég láttam, a Bistai Vicky-t sokkal-sokkal később, úgyhogy, na most már 16-an vagyunk, úgyhogy akkor ismét üdvözlök mindenkit ezen a rendkívül napon, és akkor hát vágjunk bele. Szabályok azok változatlanok, tehát nem nagyon fogok tudni magázni, úgyhogy tegezve fogom magyarázni a dolgokat ezen. Korábban se sértődött meg senki, most se sértődik meg senki. Csóklom Gyöngyike, szép napot kívánok én is mindenkinek. Évikét is látom, Henriettát is látom, Henikét is. Van akit pontosan tudom, hogy kiről beszélek, van amikor nem. Na de a lényeg az, hogy hát kezdjünk is neki. Na most, amivel neki kezdenék ennek a mai adásnak, ami tulajdonképpen hát egy gyakorlati adás lesz, tehát a múlt heti az egy kicsit elméleti volt, kicsit szigorú volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok volt ez az ábra, a magyarázat, a molekulák, egyebek, ilyen képletek, olyan képletek. Most megpróbálom egy kicsit gyakorlatiassá tenni, és hogyha a technika engedi, akkor egy pár meglepetés is lesz, majd erre rövidesen sor kerül. Most annyiba menjünk még azért az elméletbe vissza, rögtön az első képet mutatom. Hát ez az, amit én a múltkor így mutogattam, most egy pillanatra helyet cserélek. Múltkor ezt így, nem így mutogattam. Ami szerintem egy nagyon-nagyon hasznos ábra volt, de itt sokan mondtátok, hogy azért nem annyira egyértelmű, nem annyira jó, nem annyira mutatja azt, amit szerettem volna mondani. Na hát itt azért egészen pontosan lehet látni, hát itt összehasonlítottam a műanyagokat, a különböző műanyagokat és a természetes anyagokat. És a műanyagoknál ugye elsősorban, hát mivel egy testközeli példát szerettem volna, hát a poliészter, illetve a természetes anyagnál a pamutot vettem példának, de megbeszéltük azt is, hogy ez nem csak a textíliákra vonatkozik ez a példa, amit mondtam, hanem általában a természetes anyagokra, tehát mondjuk egy fa felületre is, amivel szeretnénk valamit csinálni, illetve egy műanyag felületre, és akkor megbeszéltük azt, hogy vegyi hatásra, szennyeződésre, hűhatásra, színezés szempontjából, meg hogyha mondjuk textilfestékkel, vagy általában festékkel festjük be, illetve később, hogyha mondjuk ipari szempontból ragasztatjuk, impregnáljuk, és más műveleteket csinálunk vele, akkor ez hogyan fog működni. Na, ezt megbeszéltük a múltkor, és most lesz egy következő ábra, amit mutatok. Ez is egy kicsit ismerős lesz. Nem pontosan ezt az ábrát mutattam a múltkor, de hát ebben az ábrában arról beszéltünk, hogy amit a múltkor beszéltünk különböző vizes rendszerekről, amiben vannak ezek a, most fogom először is utoljára kimondani, ezek a polimer molekulák, tehát ezek a kötőanyagok,
és ezek a kötőanyagok egy vizes rendszerben, hát ott lehet látni a legfelső ábrán, a vizet nem lehet látni, de ott vagyunk, és a középső ábra részen látjuk, hogy elpárolog a víz. Elpárolog a víz, és akkor közben egymáshoz kerülnek ezek a részecskék. Nem mondom, hogy milyen részecskék. Köztük vannak pigmentek is. Ez az újdonság a múltkori ábrákhoz képest. Később pedig megszáradnak, és kialakul egy gyönyörű réteg, egy festett réteg, ami egy festék, egy bevonat réteg, ami szeretnénk, hogyha jól sikerülne. Igen ám, de hát az pillanatig igen. Hát itt most ugrok egyet, és itt láttok három fajta ábrát, három lehetőséget, amit szerintem mindannyian, akik már ott festegettek, csináltak különböző kreatív dolgokat, találkoztak az életben. Az első, az tulajdonképpen mutatja, hogy mi történik, hogyha nincsen semmi probléma. Fent az a kis piros réteg, az ugye a festéket mutatja. Középen tulajdonképpen a határ területről van szó, ahol tulajdonképpen el kell képzelni, hogy a festék réteg azzal a festendő felülettel találkozik, és kialakul a tapadás. Ugye, ami előfeltétele annak, hogy ez a festék ott maradjon, erről is beszéltünk a múltkor. Hát az eseteknek egy bizonyos részében előfordulhatnak hibák, ezt mutatja a középső ábra, a tapadási hibákról szól. Ugye látszik, hogy ezekon a fehér részek, ezek a fehér tartományokban a festék bizony nem tapad rendesen, és van egy legalsó ábra is, ami hát szintén hozzátartozik a képhez, de most erről nem beszélünk, az, hogy a festéknek milyen filmképzési hibái lehetnek. Erről még sokat fogunk beszélni. Ennek az előadásnak a témája tulajdonképpen a középső ábrával kapcsolatos, amikor ezekről a tapadási hibákról beszélünk, és arról beszélünk, hogy ezeket hogyan lehet megszüntetni. Bocsánat, egy pillanat, itt kaptam egy üzenetet. Egy másodperc türelmet. Egy pici kis türelmet kérek szépen. Na hát remélem, hogy nincs semmi probléma. Ugye lát mindenki. Kérek szépen egy kis visszajelzés, hogy lát, mert a technikai a kollégám jelentkezett, aki biztos akart valamit mondani. Tehát a hang is jó, kép is jó. Hát egyre mindenki üdvözöl. Nem látok semmit. Várok egy picit. Pillanatra visszamegyek a kamerával. Na. Hú. Minden jó. Gabika, szia Gabika! Jaj, de jó. Menj nyugodtan, mert volt ez a kis hívás, úgyhogy nem tudtam, hogy mi a probléma. Tehát akkor minden jó, akkor folytatjuk tovább. Visszamegyek mindjárt ezzel az ábrával. Tehát itt tulajdonképpen a tapadási problémákról, tehát általában azokról a problémákról fogok beszélni, amik előfordulhatnak a mindennapok során. És hát mi okozhatja ezeket a tapadási problémákat? Most ismét. Mi okozhatja ezeket a tapadási problémákat? Hát az egyik az teljesen nyilvánvaló az, amikor olyan szennyeződés kerül a termékre, bocsánat, a festendő felületre, amit nagyon-nagyon nehezen von be a festék, ami taszítja a festéket. Ilyennel már gyakran találkoztatok. Itt kell elmondanom, és ezt elég gyakran elmondom, és ez egy elég szemléletes dolog, hogy akkor, amikor van egy olyan felületünk, van egy műanyag felület, amit be akarunk vonni
valamivel, mondjuk egy munkafelület, egy műanyaggal réteget munkafelület, vagy akármi más, amit tulajdonképpen arra a célra gyártottak valamikor 10-20-30 éve, hogy ez egy munkafelület legyen, és hogy könnyen tisztítható legyen, hogy könnyen le lehessen róla szedni ezeket a különböző szennyeződéseket, akkor azok, akik ezt gyártották akkor, 20-30-40 éve, vagy bármikor, azok tulajdonképpen mindent elkövettek annak érdekében, hogy lehetőleg ezen ne tapadjon meg semmi. Hogy mondjam, csak vörösbor, se kávé, sem, illetve hogyha valami rácsöpög, akkor gyorsan el lehessen távolítani. Na hát ez tulajdonképpen most később, amikor ugye elkezdjük felülni, bútorokat, egyebeket akarunk felújítani, és itt nem csak a műanyag felületekről van szó, hanem itt tudom, egy fabútornak a védő lakozásáról is, ami 30-40 évvel ezelőtt került rá, akkor mindig arra kell gondolni, hogy akkor hát nem szándékosan, de meg akarták nehezíteni a dolgunkat azzal, hogy hát azt fölvitték azt a felületet, de hát nyilván nem gondoltak arra, hogy ezzel még lesz valami festés vagy egyéb munka. Hát a lényeg az, hogy ezt szépen, ezt nagyon alaposan el kell távolítani. Tehát egyrészt le kell tisztítani a szennyeződéseket, másrészt pedig el kell távolítani a korábban fölvitt tapadást nem elősegítő dolgokat, és akkor utána van egy harmadik művelet, egy harmadik lehetőség, amivel ezt a tapadást elő lehet segíteni, az, hogy egy kicsikét, hogy mondjam, a felületet egy kicsikét megnagyobbítjuk, hát úgy nagyobbítjuk, egy kicsit durvává tesszük, egy kicsit durva csiszolóval megcsiszoljuk. A felületnek, ez a fajlagos felületnek a növelésével, hát ezt így mondják, ezzel tulajdonképpen a tapadást is megnöveljük, mert nagyobb felületen képes utána a festékünk, illetve a rá felvitt anyag tapadni a tárgyhoz. És itt jön, most negyediknek mutatok egy ábrát, amit, ezt csak nagyon rövid ideig mutatok, ez Hochstein Jucinak a szellemi terméke, a szerzeménye, hát ő találta ki azt, hogy tulajdonképpen, ha alapozókról beszélünk, és itt van, csak egy mondatot elfejtettem mondani, hogy ilyenkor jön, utána jön az alapozóknak a használata. Hogy használjunk-e alapozót, mit használunk, hogyan használjuk, miért használjuk, hát erről fog szólni ez az előadás, vagy ez az óra, ez a gyakorlati óra. És hát itt ezen az ábrán hatféle alapozót láttok, ha egyáltalán látjátok. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos, informatív, érdekes ábra. Ezt megtaláljátok a pentart.eu honlapunkon az alapozóknál. Hogy lássunk belőle, vagy lássatok belőle valamit, ezért én ezt kétfelé bontottam, vagy bontottuk ezt az ábrát. Igen, hát az első ábrán tulajdonképpen azokat az alapozókat ismertetjük, amelyek, és azokat látjátok, meg azok közötti különbséget látjátok, amik hát először kerültek bemutatásra vagy kifejlesztésre. Hát legelőször ez a bonding primer, tehát az alapozó, tehát bocsánat, az első az az alapozó festék volt, ez volt az első termékünk, és ez egy teljesen, hogy mondjam, egy alaptermék, a mai napig is nagyon-nagyon-nagyon szeretett, nagyon kedvelt termék. Sokan kedvelik, sokan használják, sokan hozzá vannak szokva. Egy tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy bármilyen tárgyon és a festékünk között megfelelő tapadást tud létrehozni. Hogy most miért mondom azt, hogy megfelelő? Hát egyszerűen erre jobb szót nem találok. Azt találtuk, vagy azt találtátok talán ti is, hogy ez az eseteknek a legnagyobb részében, vagy jó sok nagy részében megfelelő tapadást hoz létre. Na most még mielőtt erről tovább megyek, így az alapozó festékkel kapcsolatban
kell megjegyeznem azt, amit nekem többször mondta, és többször fölvetették, hogy miért nem használunk fehér festéket, mert fehér festék tökéletesen jó az alapozásra. Na hát itt ez egy érdekes kérdés. Ez egy tizenvalahány éves fejlesztés tulajdonképpen az első termék, amiről beszélek, ez az alapozó festék. És arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltunk annak érdekében, különböző felületeken, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi, hogy mi a különbség a fehér festék és az alapozó festék között, és utána azt találtuk, hogy ez sok szempontból jobb, mint a fehér festék, forgalomba is került, a mai napig is forgalomban van, tehát ez tulajdonképpen a fehér festéknél azokat a funkciókat nagyjából tudja, mint egy alapozó, vagy ezt most nagyon rosszul mondom, tehát a fehér festékben is kell, hogy legyen tapadó hatás, ezt mondanom sem kell, ez teljesen egyértelmű. Inkább azt mondanám, az a legegyszerűbb magyarázat erre, a fehér festék és az alapozóban, hogy mind a kettőben körülbelül ugyanazok az anyagok vannak, de nem ugyanaz arányban. Az alapozóban a gyantatartalom, tehát a kötőanyagtartalom az lényegesen magasabb, mint a fehér festékben, hiszen annak nem az a célja, hogy fedjen, fedhet is természetesen, az nem probléma, hanem az, hogy megfelelő kötés biztosítson. És akkor tovább is megyek, mert a másik termék, amikor kiderült, hogy ezek a fehér festék, ezek az alapozók, ezek működnek, azért sokszor hiányzott az, hogy az a három dimenziót, azt a harmadik dimenziót, a három dimenziót nem tudjuk megfelelően biztosítani. Hát értelemszerűen azért nem tudjuk biztosítani a három dimenziót, mert ez a fehér alapozó festékünk, az nem kifejezetten viszkózus, nem egy sűrű termék. Hát utána jött a gesszó, amit gesszónak neveztünk el, és a gesszó mellett pedig egy olyan terméket is utána fejlesztettünk, ahol tulajdonképpen nem csak ezt a gesszó hatást, ezt a háromdimenziós hatást, ezt a térből kiemelkedő hatást használtunk ki, hanem azt is, hogy csiszolni lehet. Tehát egy soft csiszolható gesszót is fejlesztettünk. Úgyhogy ezek voltak azok az első termékek, amik kifejlesztésre kerültek. Még hozzá kell tenni, hogy ugye itt mi számít tulajdonképpen, vagy mivel kell foglalkoznunk, vagy mi foglalkoztat bennünket, amikor egy terméket, például egy alapozót kifejlesztünk. Hát az egyik dolog az értelemszerűen, az erről sokat beszéltem, a tapadás. A másik szempont az, hogy térben hogyan helyezkedik el, tehát hogy gesszó jellegű, vagy pedig egy híga folyadék, ami a tapadást biztosítja, és van egy harmadik szempont, ami szintén érdekes lehet, hát ez pedig a szín. Tehát nem csak fehér gesszónk lett a végén, nem csak fehér színben hoztuk forgalomba, hanem fekete színben is. Egy pici kis türelmet kérek, megnézem, hogy történt, hogy mit szóltatok hozzá. Itt most egy pillanat. Köszönöm szépen, Zsuzsika, azt olvasom, hogy jó ez a táblázat. Igen, Bebek Balázs pedig azt írja, hogy most a tapadó hidat beszélek, amiről még nem beszéltem, most fogok róla beszélni. Írja, hogy jó termék, köszönöm a hozzászólást. És hát mindenkinek szép napot kívánok, mindenkit üdvözlök, aki üdvözöl engem, most nem mondom végig. Na, tehát visszamegyek most a táblázatra, mégpedig a táblázatnak a második részére, ahol tulajdonképpen a speciális alapozókat mutatjuk be. Na, a speciális alapozóknál ugye az egyik az, hát a középsőről szeretnék a legtöbbet beszélni, mert ez most tulajdonképpen a csúcs termékünk, ez a bonding primer, de amíg rátérek, addig beszéljek egy kicsit a mágneses alapozóról. Hát ezt a terméket ismeritek,
biztos, hogy sokan használtátok. Ezt korábban, ezt mágnes pasztának hívtuk ezt a terméket. Egy olyan termékről van szó a mágnes festékünk mellett, amit vastagabban lehet fölvinni a felületre, és ezáltal, mivel magnetit kötőanyagot tartalmaz, ami egy ásványi anyag, és ez az egyetlen ásványi anyag, ami megtartja a mágnest, hát ezért számít az, hogy milyen a réteg vastagsága. Ezt vastagon föl lehet vinni, aki kipróbált, az tudja, hogy jól tartja, hogy viszonylag jól tartja a mágnest, és hát közben rájöttünk arra, hogy sokkal-sokkal széleskörűbb alkalmazása van ennek a terméknek, hogyha ez gesszóként működik, tehát egy alapozóként, alapozóként működik, méghozzá egy háromdimenziós alapozóként, és utána minden, mert ez is éppen úgy fölveszi a festéket, fölveszi a következő réteget, lehet rá dekupálni, pázsolni, lehet rá festeni, és utána pedig ezt a mágneses tulajdonságait kihasználni. Tehát ezt a terméket használtuk erre a speciális célra. Szerintem egy érdekes alkalmazás, és sok-sok különleges mintát láttam. Na hát most itt a következő gesszó, vagy bocsánat, következő alapozó, amiről nagyon-nagyon nem sokat kell beszélni, hanem inkább nagyon nagy reményeket fűzünk, ez a bonding primer. Ez azért érdekes, hát ezzel a témával is Hochstein Juci foglalkozott, aki ezt a táblázatot készítette, ő neki szóval egyébként neki nagyon nagy múltja van az ipari bevonatok fejlesztése területén, a korábbi munkahelyén, vagy a korábbi munkáinál, mert ez az első termékünk, ahol kifejezetten műszaki célokat tűztünk magunk elé, tehát egy olyan alapozót próbáltunk gyártani, vagy kifejleszteni és piacra hozni, ami többféle szempontból is megállja a helyét. Valóban egy hidat képez a felület és a festékeink, illetve a különböző hát bevonatok között, amit alkalmazni kell. Hát mik ezek a tulajdonságok, amit tud ez a termék? Hát tulajdonképpen mindenfajta felületre működnie kell, hogy szükség, hogy mindenfajta felületen működjön ez a termék, ez egyik szempont, tehát műanyagon is, fán is, fémen is. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra a fémnél. Na itt is egy picit visszajövök a képre. Tehát a fémnél nagyon érdekes a helyzet, mert abban az esetben, hogyha, ugye sokan úgy tudják, hogy a fémtárgyakat akril festék, vagy vizes festékekkel, vagy vizes termékekkel hát nem célszerű bevonni, mert ugye van a fém, és akkor van a vizes termék, és a vizes termék az pedig biztos, hogy problémát okoz a fémnek. Hát ez nem teljesen van így, ezt már múltkor is, ebből az előző ábrából is pontosan lehet látni, tehát a víz elmegy, az ott lévő anyagok, aminek a nevüket nem szabad kimondanom, azok ugye egy térhálosodnak és egy filmet képeznek, akkor marad, és akkor az a film az megvédi a fémekkel, hogy védje a fémet is a különböző hatásoktól. Igen ám, de a vasnál van egy probléma, még pedig ez a rozsdásodás, és ez a rozsdásodás ez egy eléggé alattomos dolog, ezt mindannyian tudjuk. Tehát, hogyha egy nagyon-nagyon pici rozsda felület van a vizes bevonat alatt, akkor független attól, hogy fölötte milyen film alakul ki ez a vizes bevonat, ez a rozsda a vizes bevonat alatt elindul, továbbfejlődik, és ebből különböző problémák vannak. Tehát ilyen rozsdásodott szománcot mindenki látott, és rozsdásodott dolgokat, tehát ezt nem kell magyarázni. Ehhez tulajdonképpen olyan bizonyos adalékanyagok kellenek, úgynevezett inhibitorok kellenek, na az is egy csúnya szó, bocsánat. Tehát olyan adalékanyagok kellenek, amelyek megakadályozzák a rozsda képződést. És ez az anyag,
ez a bonding primer tartalmazza ezt is. Tehát kifejezetten jó olyan felületekre, ahol a rozsdásodás veszélye fennáll. És akkor még valamit erről a bonding primerről, hogy természetesen bevizsgáltattuk. Hát olyan készülékeket szükségesek a bevizsgáláshoz, amivel mi nem rendelkezünk, mert hát azt tudni kell, hogy mi elsőben erre a piacra, a mi piacunk az a dekoratív területekre szolgáltat termékeket, és speciális ipari felhasználásra készült, különleges igénybevételnek készült termékeknek a vizsgálatára mi nem vagyunk felkészülve, nem is tudnánk ezt csinálni. Ezért egy akkreditált intézet elvégezte ezt a vizsgálatot, és hát nagyon örültünk az eredménynek, mert nagyon jó eredményt szolgáltatott, és most mi várjuk, hogy nektek mi a tapasztalatotok ezzel a, ezekkel a dolgokkal. Picit rá nézek. Na most igen, a Juci segített nekem, írta az, hogy a dekorcsoportban is elérhető ez a táblázat, tehát a honlapon is ott van, és a dekorcsoportban. A dekorcsoportban nagyon aranyos, jópofa, nekem tetszik, ilyen tegezős, tehát ilyen informális módon magyarázza el, hogy melyik kötőanyag, bocsánat, melyik alapozó mit tud csinálni. Na, itt ír valamit Természetesen a városi telefonnak mikor kell megszólalni, amikor az ember ugye órát tart. Na hát itten örülök neki, itten kapjuk a pozitív visszajelzéseket a tapadó híddel kapcsolatban. Igen, Dunai Ferencné, nem tudom a keresztnevét, írja, hogy nagyon elégedett, köszönöm szépen. És köszönöm szépen azt is, hogy meg fogják nézni, hogy látom, itten egyre jönnek a megjegyzések. Balázs írja azt, hogy na, a Balázs egy kicsit túltesz rajtam, már bocsánat, hogy pozitív értelemben mondom, mert itt ilyen gyors terhásodott termékről beszél, lehet, hogy ezt látjátok. Nekem az a, itt egy kicsit, most nem az, hogy vitatkozom, volt nekünk egy termékünk, ami az első termék, ami a Pentacolort megalapozta tulajdonképpen, ez egy ragasztó volt, egy oldószeres ragasztó. Az első ilyen, ez egy alkoholos termék volt, úgy nem mondom ki a nevét, mert már nem mi gyártjuk. A lényeg az, hogy nem volt az első tubus szállítmányunk bevonva, ezért hát és ennek hatására kialakult ez a lyukkorrózió, tehát ott nem volt oxigén, nem volt semmi, mégis kialakult az a korrózió. Tehát a korrózió az valami nagyon-nagyon-nagyon durva dolog. Igen, Kiszel Anita már valami, már mutatja is, hogy hol lehet rá keresni. És Évike pedig, hosszú bar, szia Évike, igen, azt írja, hogy neki nagyon-nagyon bevált rozsdára is, és megszerette, hát Évi igazolja azt is, hogy ez rozsdára is tökéletes. Jó, hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy megbeszéltük nagyjából ezt nem beszéltük meg teljesen, de a tapadó híddal elég sokat foglalkoztunk, és most pedig jön egy, hát én remélem, hogy na, nagyszerű. Sikerült. Idegeneknek tilos a bemenet. Na hát ez egy séta a laboratóriumunkba. Nem tudom megállítani a videót, úgy most gyorsan mondom, hogy mit látunk. Ez a Pentacolornak, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve működik ez a laboratóriumunk, közel 100 négyzetméteren. Többen voltatok itt, ahogy látom a közönséget ebben a laborban. Látjátok, hogy hát 4 kollégánk dolgozik itt. Itt középen azt az asztalt láttuk az előbb, ahol a műszereink vannak. Minden kollégához tartozik ugye egy műszer, bocsánat, egy mérleg, tartozik egy keverő és egy számítógépes terület is. Ott a
Itt látjuk a háttérben, hátul látjuk a színmérő berendezés, bal oldalt pedig volt ez a elszívó fülke. És hát tulajdonképpen ezeken a falokon, amit láttok, különböző elnevezéseket, tehát kötőanyag, töltőanyag, stb. Hát ezek nagyon, ezek a legfontosabb, ebben rengeteg van, és a végén pedig egy ilyen kis dinamikus képpel zárják a készítők ezt az adást, hogy nagyon-nagyon jól látszik. Hát ez egy csodálatos világ, ahogy ottan keverjük hozzá a dolgokat, és kialakulnak ezek a különböző színek. Hát természetesen nem csak pigmentet keverünk a rendszerekhez, hanem sűrítőanyagokat is, töltőanyagokat is, egyebeket is. De itt tulajdonképpen itt ezeken a kis kütyükön állítjuk elő azokat a dolgokat, amik utána az életben, hát pontosabban a gyárunkban életre kelnek, és aztán később rákerülnek ezekre a termékekre, és a laborban is van egy ilyen kis kiállítás, amire büszkék vagyunk, tehát aki hozzánk jön látogatóba, az látja, meg a kollégáim is látják azt, hogy azok a termékek, amiket fejlesztettünk, azok hogy kellnek ére. Itt vannak a kollégák, én sajnos nem vagyok ott, el vagyok tiltva, de hát így jártam. Úgyhogy köszönöm szépen, akkor ez volt tulajdonképpen a laborról szóló bemutató, és hogy miért volt ez érdekes? Ez azért volt érdekes, mert későbbiekben fogok mutatni olyan, tehát azt fogom mutatni, hogy a laboratóriumi körülmények között hogyan tudjuk reprodukálni a pillanatnyi életnek a dolgait, és utána még két kütyűre vagy két készülékre még rá is fogok térni, és még, tehát még lesz bemutató a laborból, de akkor már csak egy-egy készülékre koncentrálunk. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon érdekes ábra. Őszintén szóval én nem látom nagyon pontosan, mi van odaírva, mert ez egy ilyen stúdió adás, vagy egy stúdió, ami program, amit én használok, úgy hívják, hogy OBS, olyan az egész, mint egy keverőpult, és tulajdonképpen, hogy lássam a hozzászólásaitokat is, meg mindent, ennek következtében, hát az ábrákat nem abban a méretben látom, mint ti, de nem is baj. Itt tulajdonképpen arról van szó, ezen a konkrét ábrán, amit nem vettem észre, mondom, az előző táblázatban, hogy az egyetlen egy olyan alapozónk, ami átlátszó, tehát ami transzparens filmet ad. És miért kell ez az alapozó? Ez az alapozó azért kell, mert ez akadályozza meg tulajdonképpen azt, hogy a kezelendő fafelületben vagy kezelendő felületben lévő színezékek, vagy egyéb színező, tehát természetes és mesterséges színezőanyagok, ezek bekerüljenek a festékrétegbe. Na, megpróbálom ezt egy picit hosszabban kifejteni. Hát látjátok, hogy jobb oldalt szép fehér, ott használtuk ezt az alapozott, bal oldalt pedig nem használtuk, és be is került néhány ronda folt erre a felületre. Na, itt visszajöttem. Hát itt tulajdonképpen a következőről van szó, hogy azt a fát, amit mi befestünk, azt lehet, hogy korábban pácolták, tehát páccal bevonták. A pácról az azt kell tudni, hogy egy olyan színezék, ami kötőanyagot nem tartalmaz. A lazúr az tartalmaz kötőanyagot, de hogyha előtte belelazúrozták volna, akkor sem teszem rá a nyakam vagy a nagyesküt arra, hogy az nem fog onnan átmigrálni vagy átvándorolni arra a friss vizes rétegbe, amit ti fölvittetek a festés során. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell akadályozni. A pác az a legveszélyesebb, mert itt tulajdonképpen nem is pigmentről van szó, hanem egy színezékről van szó. Erről majd később tartok egy kis beszélgetést, hogy mi a különbség a pigment és a színezék között. Hát most csak annyit mondok, hogy a pigmenthez kell egy kötőanyag is, hogy a felületen maradjon, a színezék az pedig kötőanyag nélkül viszik a szerkezetbe. Hát a pácokra általában ezeket használják. Ezek nem kötődnek meg olyan erősen, és hajlamosak arra, úgynevezett migrációra, vándorlásra, ami nagyon-nagyon-nagyon gyakori jelenség. Na most, ha mi egy hagyományos kötőanyaggal, vagy hagyományos szerkezettel rendelkező tapadó
alapozót használunk, akkor azon a szerkezeten keresztül, azon a strukturált szerkezeten keresztül, amit a töltőanyagokkal biztosítunk, azon át tud vándorolni ez a színezék, vagy ez a pigment. Filmen ez sokkal nehezebb, vagy nem is vándorol át. Ez az ábra, ez tulajdonképpen ezt mutatta. És visszatérünk most egy érdekes... Na, következzen ismét valami érdekesség. Hát ez megint videó, ugye most már látjuk. Ez tulajdonképpen egy dörzsölő, vagy dörzsöléssel szembeni ellenállást vizsgáló, vagy mérő, súrolással, dörzsöléssel szembeni ellenállást vizsgáló gép. Ezen látjuk is, hát mit most felülről látjuk ezt a berendezést. És mit csinál ez a berendezés? Imitálja azt a folyamatot, amikor sikálunk, vagy súrolunk, vagy tisztítunk egy adott felületet. Ugye mi határozza meg azt, hogy a súrolásnak, vagy a sikálás, vagy nem tudom, a tisztításnak a mértékét, és ezt milyen hosszan csináljuk, vagy mennyi ideig, vagy hány műveletben csináljuk, ezt méri a berendezés. A másik az, hogy milyen súly van rajta, ott fönt láttuk azt a kis karikát, vagy hogy mondjam, ilyen gömbszerű képződményt, az terheli ezt a felületet. És a harmadik az pedig, hát az meg nem látszik sajnos ezen az ábrán. Pillanat. Lehet, hogy még egyszer lejátszom ezt a... Na, most van egy kis... Jó, szerintem inkább átmegyek. Jó, nagyszerű. Tehát tulajdonképpen a végén pedig mutattuk, hogy a Deluxe pasztánk milyen hatása volt ez, tehát hogy a Deluxe pasztánk mennyire áll ellen ezeknek a hatásoknak, és nagyon-nagyon-nagyon jól viselkedett, azt mutatta a vége. Na most a lényeg az, hogy ezek objektív módszerek, tehát és bocsánat, még egy valamit még elfejtettem mondani, a negyedik szempont, hogy ezzel a berendezéssel még ilyen tisztítószert is lehet adagolni, tehát azt is imitálja, hogy mi tisztítószert vagy tisztítószert adagolunk ehhez a súrolási művelethez. Tehát ha jól viselkedik ezzel szemben, tehát hogyha megfelelően viselkedik az anyag, akkor a felületen nem látunk nagy elváltozást, ha pedig úgy viselkedik, mint itt, amit láttok, hát akkor láttok mindenfajta felületű egyenlőtlenségeket, különböző egy bemattul felületet láttok, azon kívül egy ilyen felnedvesített, ilyen rostszerű részt is, ezt mint ugye én szerintem ezt csak műszerrel, tehát objektívan, ha összehasonlítunk két terméket, vagy nézzük az alapozóknak a hatását a különböző bevonatokra, akkor ezt csak műszerrel lehet nagyon precízen és nagyon korrekt módon meghatározni. Ez az ábra is ezt mutatja. Én itt egy pici kis türelmet, akkor... Na, Nonóka! Sokkal jobb a Vikinek, mert ő neki van segítség, én meg itt tök egyedül vagyok ezzel a stúdióból. Na hát, Enikőt is üdvözlöm Nagy Károlyból, Nórának is szép napot kívánok. Hát én köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt az előadáshoz. Következő ábrán pedig... Hát azt mutatjuk, hogy milyen egy szép felület abban az esetben, hogyha ilyen szobgesszót alkalmaztunk. Így szobgesszóval festettük fel, vagy alapoztunk, szépen megcsiszoltuk, fölvittük a zománc festékünket, és látszik, hogy a felület az teljesen rendben van. Hát ez egy labor összehasonlításnak tulajdonképpen nagyon jó.
És a legjobban tulajdonképpen a következő ábra mutatja az alapozásnak a fontosságát és szükségességét. Hát itt azt látjuk, hogy a jobb oldalon egy alapozott felületről van szó, és bal oldalt pedig egy alapozatlan felületről, és hát jól lehet látni tulajdonképpen a rétegeken, hogy az alapozott felület az egy nagyon szép egyenletes réteget ad. Ja, ezt nem mondtam, de azt látjátok, hogy ugyanazon a scoring tesztelen, tehát azon a dörzsölés kopás vizsgáló berendezésen, vagy koptató dörzsölőgépen vizsgáltuk mind a kettőt. Tehát ezt csak azért mutatom, hogy a laboratóriumban tulajdonképpen objektív módon lehet a különböző dolgokat bemutatni, és most ismét egy videó fog következni. Igen. Hát ezen a videón az úgynevezett rácsvágó van, itt párhuzamosan állnak ebben a kis készülékben, kis kütyűben a pengék egymás mellett, és 1 mm-szer 1 mm-es rácsot vágunk a felületbe. Tehát annyiszor, tehát nem tudom annyit, 150 vagy 100, vagy nem tudom, tehát egy nagyon sok tehát négyzetből álló háló keletkezik, és ennek a rácsa, ez egy eléggé drasztikus művelet, ugye, mert nem is egy késsel vágunk bele, hanem egyszerre sokkal, és ennek a műveletnek a hatására, ha rossz a tapadás, akkor le kell, hogy jöjjön ez a réteg. Na most itt látszik az, hogy ezt a bevágást látjuk, és most és csak azt látjuk, hogy nem igazán jött le, tehát nem látunk nagyon-nagyon durva behatást, ellentétben ezzel a fényképpel, amit most mutatok. Hát ezen lehet látni azt, hogy megjelölték is a kollégáim, hogy milyen az, amikor nem megfelelő a tapadása a filmnek. Tehát végig azt próbálom bizonygatni ezzel a kis laborsétával, ezzel a kis, hogy mondjam, üzem intézet látogatással, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy a termékeinket, azoknak a viselkedését is, azoknak a működését is objektív körülmények között laboratóriumban reálisan meg tudjuk ítélni. Mert amikor azt teszitek föl, hogy kell-e alapozó, vagy nem kell, vagy miért nem kell, vagy bizonyos termékeknél mondják azt, hogy kell, vagy bizonyos termékeknél nem kell, erre mi tudunk válaszolni. Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek van, akkor szívesen megnézem, de hát egyelőre kérdéseket nem látom, csak azt látom, hogy egyre többen vagyunk. Hát ez hihetetlen. Na, köszönöm szépen, ez jól esik. Most szeretnék valami érdekeset témára rátérni. Bemutattam 6 alapozó családot. De van egy hetedik is, amit lehet, hogy jobban ismertek, mint a másik 6-ot együttvéve. De, na most egy találós kérdés, hogy mire gondolhatok. Melyik az a hetedik alapozó, amit szinte mindenki használt? Most én várom a válaszokat. Sali Beátát látom. Na, Noémi, csókolom. Várom a válaszokat, hogy melyik az a hetedik alapozó, amiről elfelejtettem beszélni, vagy nem beszéltem idáig? Nem látok választ. Na, nézem még az időt, meg kitaláltam, hogy erre valamilyen díjat is kitűznénk, ez egy ilyen kis improvizációból, de közben megy az idő, mert már 45 percnél tartunk, én azt hittem, hogy 40 perc lesz. Nem. Gabika, nem alapos cisztítás, az nem alapozás. Nem arra gondoltam. Na, szabad a gazda, akkor elmondom. Hát, a 2 lépcsős
Repesztőknek az első lépcsője, az bizony egy alapozó. Nem úgy hívjuk, vagy nem úgy hitte, de úgy kell tekinteni. A repesztésről majd lesz nekem egy előadásom, és itt egy picikét előre is szaladtam, de muszáj ebben a közel, ebben róla beszélni, mert hogyha azt nem jól használjuk, vagy nem helyesen használjuk, akkor mutatom, hogy mi történik. Hát itt látunk tulajdonképpen egy két lépcső, egy metálrepesztést, és baloldalt az első lépcső nélkül látjuk. Most azt mindannyiatoknak, azt hiszem, hogy mindenki találkozott már tulajdonképpen ilyen egy lépcsős repesztő rendszerrel. Tehát nem azzal a közműső repesztővel, ami nekünk is van, ahol két aklifesték közé kell egy réteg, hanem olyan rendszerrel, ami olyan képet mutat, amit most látok, csak azt mondják, hogy nem kell az első lépcső. Ezt nekünk is mondták már többször, hogy kipróbálták mondjuk ezt az ezüst repedőpasztát, és megállapították, hogy nagyon-nagyon jól működik, és anélkül, hogy az első lépcsőt használták volna. Na hát itt látszik, hogy azért az nem teljesen egyértelmű, mert az első lépcső mindenféleképpen kell, hogy a második lépcsőt, tehát a második lépésben használt repedő felületet oda tapasztissa a felülethez. Mutatok még egy példát, ami esetleg még durvább ebben a vonatkozásban. Ez hihetetlen szinte, tehát itt már tulajdonképpen itt egy, ebben az esetben, amit most látok, ez egy porózus felület, mi történik, hogyha üvegre használjuk ezt a két lépcsős rendszert? Hát jobb oldalt látjátok ezt az úgynevezett normális használatot, a két lépcsős használatot, bal oldalt viszont nagyon-nagyon-nagyon csúnyán lejön. Tehát amikor két lépcsős repesztőt használtok, akkor erre mindig kell gondolni, hogy nem elég egy kicsit bepiszkolni a felületet az első lépcsővel. Az első lépcsőnek egy normális, korrekt, rendes, tisztességes filmnek kell lenni, hogy a második lépcső ezen dolgozni tudjon. Ezek az ábrák is ezt mutatják, és azt is akartam magyarázni, hogy amikor azzal találkoztok, hogy vannak olyan rendszerek, amik egy lépcsőben működnek, azok lehet, hogy úgy működnek, de nem mindig és nem mindegyik területen. Mi is gondolkodtunk rajta, beszéltünk erről, hogy kipróbáljuk, hogy ezt így hozzuk forgalomba, nem érte meg, vagy nem éri meg, mert ebből csak problémák származnak. Én most, hát erről akartam beszélni tulajdonképpen egy kicsikét, na, a Boda Gabi csodálkozott, igen, de ez már az univerzális alapozó. De aranyos, igen. Na, nagyon szépen köszönöm Magyarosi Rózsának a kérdés, mert én tulajdonképpen erre vártam, hogy ilyen kérdések lesznek, hogy használható a tapadó híd a tűzhelyen, lepattant egy darab zomát, azt javítanám, a hőre nem módosul, ilyen felületen is használható. Na most, pillanat, átmegyek akkor képbe. Ezt röviden le akarom mondani, mert erről... Kedves Rózsa, hát ezt a kérdést én azért vártam, mert ez sokszor előjött, hogy mennyire hőállóak a termékek. Most jön sajnos egy kis kémia. Hát nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan szerves termék van, ami a 200-250 fokot kibírja normálisan, sárgulás nélkül. Tehát ez nem csak a mi termékeinkre igaz, hanem, hogy úgy mondjam, hogyha nagy szavakat használják a világegyetemre. Tehát a szerves anyagok azok általában 200-250 fokos hőmérséklet valamit csinálnak. A szerves anyagokkal, tehát a szerves anyagokhoz egy kicsit, hogy mondjam, a rokonságban vannak a szilikonok,
A szilikonoknál egy picit jobb a hőállóság, tehát nem véletlen, hogy ezekben a szilikon formákat javasolják ilyen sütőkbe, tehát azok mondjuk a 300 fokot, 320 fokot is kibírják. Most azért könnyű erre a kérdésre válaszolni, mert ez a bonding primer, tehát ez a tapadó is egy szerves anyag. Tehát attól függ, hogy milyen hőmérséklet éri. Tehát, hogyha itt egy tűzhelyen, ahogy írta, nagyobb hőmérséklet éri, akkor értelemszerűen azok a kötőanyagok, amik benne vannak, azok szépen lassan vagy gyorsan elégnek, tönkre mennek, degradálódnak, roncsolódnak. Tehát ebben az esetben mindenféleképpen olyan ragasztót használnék, vagy érdemes használni, amit kifejezetten erre a célra, tehát ilyen magas hőmérsékletre fejlesztettek ki. Ezt tudom mondani erre a kérdésre. De várok még kérdéseket, olyan szívesen válaszolnék, csak közben 50 percnél tartunk, úgyhogy én nekem, hát ha nincs több kérdés, akkor én nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát úgy látom, hogy a 70-en maradtunk a végére, és mindenkinek, aki néz engem, meg aki esetleg ismétlő adásban fog nézni, azt kívánom, hogy kellemesen teljen ez a pár nap, ez a pár ünnepi nap. Ilyen is volt, ezt is megpróbáltuk mindannyian. A videó az lejátszható lesz az összes többi videóval együtt, ahol mondjam, sokkal, az én figuránál sokkal szórakoztatóbb emberek, kislányok mindenki van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy néhány információval szolgáltam, nézzék a többi videót is, kreatívkodj, vagy nézzétek a többi videót is, kreatívkodjatok, érezzétek jól magatokat, és hát remélem, hogy vége lesz ennek az időszaknak, és köszönöm szépen, most már látom, hogy jönnek ezek a hozzászólások, és még egyszer köszönök szépen mindenkinek mindent. Megpróbálok most kikapcsolódni. Azt megígérem, a múltkorival azt hiszem, hogy csoda, hogy nem kerültem be a YouTube történelembe, mit tudom, 1 milliós nézettséggel. De azért még nézegetem. Jó, köszönöm szépen. Csillának és mindenkinek. Köszönöm, akkor búcsúzom.